tojásfestés van a középpontban, illetve a tojás és a nyuszi, a húsvét nélkülözhetetlen kelléke. Lehet tojást készíteni több mindenből, gyöngyből, kekszből, mézes kalácsból, de festhetnek a gyerekek főtt tojást is, illetve kifújt tojást. Elhívtuk Faragóné Katit, aki tulajdonképpen a tojásfestés művésze, nagy mestere itt Makon. Ő bemutatja, hogy hogy is készülnek ezek a különlegesen szép írókázott, illetve áttört tojások. De lehet készíteni idén először parfümöt, illetve locsoló vizet, locsoló kölnit, ugye? Manapság már nem kútvízzel öntözik a lányokat a fiúk, hanem kölnivel, és hát ebben is próbáltunk segíteni az ide látogatóknak. Azt gondoltuk, hogy a kedves szülőknek, nagyszülőknek megkönnyítjük a nagy csütörtök, a tavaszi szünet első napját, és programokkal várjuk itt őket a múzeumban. Locsoló vers, mondó versenyt hirdetünk, hát remélem, hogy lesznek bátor fiatal emberek, akik nagyon szép és különleges locsoló versekkel fognak bennünket megörvendeztetni, és a program tulajdonképpen egy nagy tojáskereséssel fog záródni itt a skanzenbe. A kollégáim elrejtették a nagyon-nagyon sok tojást, természetesen a nyuszi bízott meg bennünket ezzel, és ezt fogják megkeresni a gyerekek. A Hinkót anya jóvoltából két élő nyuszink is van itt az épület előtt, a gyerekek meg tudják simogatni, meg tudják nézegetni őket. Nekünk nem az a célunk, hogy mindent megtanítsunk, hanem az a célunk, hogy megmutassuk, hogy mik a lehetőségek, és mindenki magának választhassa meg, hogy mit szeretne csinálni. Ha ügyes a kez, akkor kézműveskedjen, ha ügyes a láb, akkor táncoljon, ha más egyéb érdekli, akkor azzal foglalkozzon. Ha például csak azért jöttem, mert csokit szeretne enni, és ezért vesz részt a versenyeken, már ez is jó, mert azt mondja, hogy jót vetélkedtem, tojásos játékot játszottam, és kaptam két tojást. És már ez is jó, mert valami célért eljött, és tanult valamit, mert minden játék vagy foglalkozás mögött azért nagyon nagy tudás halmozódik föl, és ezáltal a gyerek, ami őt érdekli, abba fog bele, és ez neki egy örömet fog okozni. Az a legfontosabb, hogy minden nemzet a saját hagyományait éltesse tovább, és ugye szoktuk mondani, hogy nem rab, hogy őrizzük, hanem egy olyan valami, ami olyan kultúra és olyan tevékenység, ami a miénk. Tehát a magyaroknak azokat a szokásait, amiket elénk már meghonosítottak, azokat mi megőrizzük, megtartsuk magunknak, és adjuk át a gyerekeinknek, mert ezek nagyon szép ünnepek. Múzeológusoknak, néprajzosoknak ez fontos feladatunk, hogy megismertessük a régmúlttal a gyerekeket. Ha nem is ugyanabban a formában, de egy picit ide csempészünk, én azt gondolom, hogy ezáltal is ezt az ünnepi hangulatot tudjuk érzékeltetni, hogy ilyenkor más időszak következik, valami lezárul, illetve tavasz kezdődik. Ugye a húsvét egyébként is a tavasz ünnepe, a természet megújulása, a növények újjáéledése és a természet újjáéledése. Tulajdonképpen ezt szeretnénk ezekkel a programokkal itt közvetíteni így áttétesen. Koncentráltunk a tojásos és nyuszis játékokra, elsősorban a kicsiket céloztuk meg, tehát mint az alsó vagy esetleg a felső tagozatosokat, akik eljöttek civilben, és a táncosaim ebben segítkeztek, illetőleg a játékok és a betélkedők mellett olyan táncrendeket próbáltam összeválogatni, amelyek mondjuk kuriózumnak tekinthetők, tehát mondjuk eltekintettem a délalföldi táncoktól, az a miénk, hanem egy picit kitekintettünk Kalocsára,
föl a Palócvidékre, vagy a somogyi táncokat próbáljuk meg elsősorban, vagy esetleg egy kis felvidékit még, ha belefér, és amennyire a gyerekeket érdekli ez a dolog. Azt gondolom, hogy mindenkinek a saját arculatát kell megtartani. A hímes tojás készítése nagyon nagy türelmet igényel, és az eszköz se egyszerű használni, tehát nagyon hamar föladják a gyerekek, mert ugye látják, hogy én milyeneket készítek, nyilván, hogy ők nem tudnak még. Én is mondtam nekik, hogy higgyétek el, az első tojásaim nekem se voltak szépek, bár nekem akkor gyönyörűnek tűntek. És hamar feladják. Tehát a gyerekek nem szoktak hozzá a kitartó, szép, türelmes munkához, azonnal valami szépet. Ilyenbe is tudok nekik segíteni. Akármilyen egyszerű kis vonalkákat rajzol rá a gyerek, utána bearanyozzuk, és már gyönyörű is. Tehát így viszonylag hamar szép tojásokat lehet készíteni. Ezeket azért úgy szívesen csinálják. Ilyen alkalmakkor azoknak okoz ez igazán örömet, akik már máskor is csinálták, tehát az eszköz használat birtokában vannak. Mindent meg lehet tanulni. Tehát ha én nem hozom magammal a családból, akkor úgy gondolom, hogy ez nekem fontos, akkor utána járok és megtanulható minden, és beépíthetem az életemben, azt gondolom. Ez a legfontosabb, hogy legyek nyitott, és fogékony ezekre a dolgokra. Ez megtanulható, ez egy nagyon jó dolog, ez a művészeti ág, a tánc, ez a miénk, ezt meg lehet tanulni, ez nem Istentől elrugaszkodó dolog, akkor azt gondolom, hogy ha a szülő is megszereti, uram, bocsánat, a gyereknek is megtetszik, hát akkor ott a maros, és lehet részt venni a különböző korosztályok munkájában. Szeretettel várunk mindenkit! Azt szeretnénk hangsúlyozni, hogy az ünnep az mindig más. Az ünnep alatt másba öltözünk, más ételeket főzünk, minden ünnepnek megvannak ezek a meghatározó elemei, és ezekre szeretnénk egy picit rákoncentrálni. Ugye az életünk változik, nem élhetünk 100 évvel ezelőtt, nem ugyanúgy, nem a paraszti életmódban élünk, hanem a 21. század modern világába. De ebbe a világba is bele kell ezeket az apróságokat csempészni. Én azt gondolom, hogy ettől még színesebb válik az életünk, és tartalmasabbá. Itt tulajdonképpen a gyerekek észrevétlenül megtanulják azt, hogy ha húsvét, akkor tojás, ha húsvét, akkor tojást festünk, ha húsvét, akkor locsolkodunk. És ez nem egy előadás vagy egy tanítás folyamán, hanem egy játékkal, egy kézműves foglalkozással. Vannak családok, ahol tudom, hogy írnak hímes tojást, sőt, van egy hagyományőrző csapat, fiatal anyukákból, apukákból, hozzám képest fiatal anyukákból, apukákból áll, ahol minden húsvét napján, délelőtt vagy délután, vagy egész nap az egyik ismerősem kinyitja a házát, és akkor ott lehet tojást írni, a férfiak ugye beszélgetnek, bográcsoznak, a hölgyek bent írják a tojást a gyerekekkel, kis sütemény, kis üdítő, és akkor így eltelik a napjuk. Nagyon-nagyon szép munkák szoktak kikerülni ezekből. De olyat is tudok, tehát volt tanítványaim is, tudom róluk, hogy otthon is hímes tojást írnak. Sajnos egyre kevesebb, de nagy az érdeklődés oly módon, hogy szeretik, ha van otthon. Szerintem a gyerekek nagyon szeretik az állatokat, csak ugye nem olyan környezetben élnek. Meg már most abszolút nem úgy nevelkednek, meg nincs lehetőségük erre. Ez szerintem egy nagyon jó program, mert nagyon sok gyerek már most ugye inkább
internetvilágába él, és azért is találtuk ki ezt az állatsimogatót, és hál' Istennek nagyon népszerű is. Egy sütit csináltam, de még ezelőtt még csináltam 3 tojást, de nem itt, hanem valahol máshol, és akkor most így beugrott, hogy hogy jön ez, és akkor így fejből tudtam már az egészet, és akkor ide jöttem, megláttam, és akkor elkezdtem most rajzolni a tojásra. Vannak ilyen sokféle cukorkák, és az kell egy ilyen kókuszgolyósos sütire felragaszgatni. Készítettél-e már esetleg valami mást itt ma? Igen, tojást festettem. És azt hogy tetszett, hogy sikerült? Jól sikerült, tetszett nagyon. Csináltam ilyen kosarat, csináltam ilyen tojást, készítettem ilyen gyurmából készült ilyen figurát, ami ehető. Sűrűn részt veszünk, ha általában, ha van valami, akkor mindig eljövünk. És mindig részt veszünk, mert nagyon jó dolognak tartunk, és nagyon szereti a Csenge is. Ha részt vehet ilyen kézműves foglalkozásokon, vagy bármiféle előadásokon. Egyre több fiatal érdeklődik a kézművesség iránt. Megtapasztalják azt, hogy a manipuláció, tehát amit a kezünkkel csinálunk, az nem csak az eredmény az, ami nagyon-nagyon boldoggá teszi az embert, hanem rossz magyar szóval, de nem tudom másképp mondani, a csinálás. Tehát az okoz örömet, amikor az ember ezeket készíti. És tudjuk, hogy a manipulatív tevékenység az agyműködést is serkenti. Tehát fiatalon tartja az agyat, a gyerekekét pedig csiszolja. Otthon hogyan szoktak készülni a húsvétra? Hát, tojásfestéssel, matricákkal díszítettük. Meg miket? Sütünk, főzünk, sonkát főzünk. Mi vártuk még a locsolkodókat, apuammal emlékszek rá. Mi viszont úgy készülünk, hogy hétfőn, ugye az a locsolkodós nap, akkor a férjem biztos elviszi a gyerekeket locsolkodni, én meg otthon leszek, és várom a látogatókat. Tojást szoktunk festeni, meg tesóm szokott tanulni dalok, verseket. Jant is mindig kimén, és valamit rakott a Mikulásnak is, és most a Nyuszinak is rak répát, meg ilyeneket.